Valami készülődik Csercsekdomajon. Hogy mi? Megtudhatjátok a Monitor magazin és a TRX Keszte közös műsorából, az Értéktrendből. Sziasztok, Krebs Zoltán vagyok, tartsatok velünk! Ahogy mondtam nektek, Csercsekdomajon vagyunk, a második alkalommal megrendezett futóverseny helyszínén. Ezen a versenyen három távon próbálhatják ki magukat a nevezők. A szervezők Juhász Péter, Pátri Zoltán, Gelencsér Zoltán és Kis Zalán őrületes munkával szervezték meg ismét ezt a mai versenyt. Menjünk most be a helyszínre, megpróbálom őket elkapni egy-egy villámkérdés erejéig. Tartsatok velem! Juhász Pétert kérdezzük, mondja el a benyomásait a versennyel kapcsolatban. Közel 300 indulónk volt a regisztrációs asztalnál, ennyien álltak a rajthoz. 7, 14 és 21 km-es távokon. A pálya dimbes, dombos, Csercsekdomai tipikus sajátosságokkal. Egy körben közel 150 méter szintemelkedés lesz a futók számára. Viszont 4 frissítőpontot adunk ehhez, hogy jól tudják kezelni a kihívásokat. Nagyon rutinos csapatunk van, közel 70 önkéntes segíti a munkát, akik már nem csak a mai nap, hanem a korábban a verseny megelőzően a szervezésben részt vettek. A szervezők közül a nagyobb felelősséget egy szűkebb csoport viszi, Kis Zalán, aki az időmérésért felel elsősorban, a Gelencsér Zoli, aki a pályabiztosítását adja az önkénteseivel, Pátri Zoltán biztosítja a frissítőpontokat, Kocsis Zsuzsa az összekötő az önkormányzat részéről, ő az, aki az összes háttér, adminisztrációt, kiszolgáló anyagokat hozta számunkra, Juhász Bianca biztosítja a Facebook és az internet kapcsolattartást, és jó magam. Hát a gyakorlott futóknak is egy kihívást jelent, de látjátok, hogy nagyon-nagyon sokan eljöttek és próbára teszik magukat. Idén 5 helyen állítottunk fel frissítőpontot, az átfutó frissítőpont a focipályán, egy befutó frissítőpont, ami gazdagabb felszereltséggel, gazdagabb kínálattal várja a futókat, illetve a kultúrháznál, és szeretnék külön köszönetet mondani a kápolna söröző személyzetének, tulajdonosainak, akik önfeláldozó módon üzemeltetnek egy vizes pontot a kápolna soron. Köszönjük szépen még egyszer! Elsősorban ugye egy ilyen futóversenynek a legfőbb momentuma az időmérés. Ezt ugyanúgy, mint tavaly, idén is a T-Symphonica Kft. Segítségével bonyolítottuk le. Ez a mostani rendszer, megoldás, ez kifejezetten terepi futóversenyek lebonyolítására szolgál, ugyanis pontosan két hét múlva kerül megrendezésre az első ultrafutó versenyünk, a Vadlán Ultra Trail, és ez ennek a főpróbája, és úgy néz ki, hogy nagyon jól vizsgázik a rendszer. Hát igen, a futók ugye a betonok után előbb-utóbb vágynak arra, hogy egy kicsit a természetbe is fussanak. És akkora mázink van, itt van nekünk ez a Kesztei hegység, meg a többi. Kitaláltuk az edzések során, ugye járkáltunk, gyönyörű kilátóink vannak, és ezt a Juhász Peti barátom szépen összefűzte 108 kilométerre. De a kilátás Kanizsától Somlón keresztül a Balatonig, tehát körbe lett, hatalmas panorámaképeket láthatta a futó, ami ugye mindig megkönnyíti a lelkét. Tehát egyszerűen már nem is nagyon szeretnénk betonon futni, természetesen futunk betonon, vannak részfeladataink, de az igazi futásokat azt mind a útvonalán tervezik. Nagyon ajánlom mindenkinek, ha még nem jöttetek, gyertek, nézzétek meg, egy kovát megér, egy ötös váltóba, nagyon kényelmesen le tudjátok futni, tehát javaslom, gyertek, nevezhetek még, két hét múlva találkozunk Csercsekdomajon a Vadlány Ultránál. Búcsúzunk a Csercsekdomai futóversenytől. Ha idén nem voltatok, jövőre nevezzetek, semmiképpen ne hagyjátok ki. Kettő hét múlva találkozunk a Vadlán Ultra Trail futóversenyen, addig is ne felejtsétek el műsorunk szlogenét, a sport egészség az egészség érték. Gyertek velünk legközelebb is! Sziasztok! Ím
íme az igazi bükkfával füstölt, valódi, egész combból készült, kemencés sült prágai sonka. A Kométa kemencés termékcsaládunkat keresse most jó áron, a jó üzletekben. És a minőségét személyesen garantálom.